Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Van egy ősi város a Szombathelyi Egyházmegyében. Az egyetlen a Kárpát-medencében, amelyet az alapítása óta soha nem hagytak el lakói. Ez Szombathely, az ókori Szavária. Vas megye központja, a térség gazdasági, kulturális, vallási életének szíve. Mint a hegyen épült város, amit Jézus szavai szerint nem lehet elrejteni. Ilyen az oladi dombon épített Szent Háromság tiszteletére szentelt templom. Ma már házaktól körbezárva, de áll, akár a sziklára épített ház 1796 óta. A korszak stílusa szerint klasszicista barokk elemeket visel magán. Jól látható és jól befogadható a hit üzenete a templomban. A főoltárképen az Atya, a Fiú és a Szentlélek háromsága ragadja meg a tekintetet, és fordítja imára a hívő szívét. Mellettük a hitvallók, Péter és Pál apostolok és Szent Teréz, akiktől mindannyian tanulhatunk. De emeljük csak tekintetünket a mennyezetre, az ég felé. Máriát láthatjuk, amint hittel fogadja Gábriel angyal szavait és a magyar szenteket. Ők is példaképek. És hogy az oladiak követték őket, mi sem mutatja jobban, mint hogy a templom az 1930-as évekre kicsinek bizonyult. Ekkor szent sírkápolnával bővítették. Thank you.